Jó pár éve már annak, hogy a Tiszaigörö Arborétum egy látványos székelykapuval köszönti a látogatókat. A székelykapu átadó ünnepségén 2008 nyarán készítettük a most következő összefoglalót. A felvétel a Phoenix Televízió 2008. június 25-i adásában volt látható. Van itt egy jó fűrész, meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza. Jó fűrész ritmusra jár, fáradt lettem, jól jön egy pohár bor. Lepül a fűrész bor, jó fűrész ritmusra jár. Széttámad, hajunk dobog, tüzet gyújtunk, vendégek jönnek talán. Sok fiú és sok húz, meg jobban menjen. Itt van mindenki húzza, húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van mindenki húzza. Aki a Tiszaigari Arborétumban látogat, szép napos időben azzal találhatja magát szemben, hogy megújult az Igari Arborétum bejárati része. Ez nagyban köszönhető a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hámori András szakközép és szakiskola tanulóinak és vezetőinek is. Milyen kapcsolat fűződik, milyen kapcsolat kötődik az Igari Arborétumhoz az iskola részéről? Néhány évvel ezelőtt, amikor az intézményben a környezet és vízgazdálkodási szakmacsoporton belül megindult a környezet és természetvédelmi képzés. Tulajdonképpen ekkor régi alapokra építve azért megújult egy kapcsolat a Nagykunsági Erdőgazdaság ZRT, aminek Szolnokon van a székhelye, és az intézmény között. Indult ez abból, hogy a környezetvédelmi diákjaink szakmai gyakorlatra, egészen pontosan az erdőgazdálkodás tantárgyhoz kötődő gyakorlatra a Tiszaigari Arborétumba járnak ki, és gyakorlatilag a két év erdőgazdálkodási gyakorlatát ezen a helyen töltik. Ennek megfelelően ugye kiderült egy idő után, hogy itt egyéb szakmákban is folyik az intézményben képzés, és az erdőgazdaság vezetése gyakorlatilag megkért bennünket, hogy esetlegesen megpróbálkoznánk-e azzal, hogy a faipari szakmacsoportunk belül egészen pontosan az asztalos tanulók a Tiszaigari Arborétum bejáratának, ami egy székelykapus jellegű bejárat és az bejáraton belüli fogadóépületnek a felújításával. Elgondolkodtunk rajta, és úgy ítéltük, hogy elég nagy kihívás ez a feladat, vagy ennek a feladatnak a teljesítése, de arra gondoltunk, hogy azért menni fog ez a dolog, és hát ennek megfelelően egy másfél hónapos munka eredményeként tulajdonképpen egyelőre azt tudom még mondani, hogy szinte 100%-ban, mert a kapuszárnyak még nincsenek a helyére téve, megvalósult ez a munka, ez a részükről, ez a kis beruházás, ami valóban, mint a bevezetőben hallottuk, azt gondolom, hogy mint régebben is, amíg jó állapotban volt ez a kapu, egy ékét képezi az arborétumnak, azt gondolom, hogy megújult formájában ugyanezt a célt próbálja szolgálni. Köszönöm szépen. Pászti Lajost, mint szakoktatót arról kérdezném, hogy konkrétan hanyadik osztályos tanulók vettek részt ebben a munkában, milyen teljesítményt nyújtottak, hány munkanapot fordítottak a tanulók erre? Ebben a szakmában két osztály is részt vett, de a legfőképpen a 11A osztály, ez vitte el a nagyobb feladatot, mert ők ott a helyszínen is szerelték, meg cserélték ki a fogadóépületnek a oszlopjait, illetve a padozatát, sőt a ülő részt is ők készítették, de közben a 11
tizedik és A osztály, az is egy asztalos csoport lesz majd jövőre, de ők is besegítettek, mikor volt a technika órájuk. Szakmai szempontból a gyerekek milyen teljesítményt nyújtottak? Hozzáállásuk milyen volt ehhez a feladathoz? Én a szakmai szempontból úgy tudom megítélni a gyerekeknek a hozzáállását, hogy változó. Így sokat kell velük foglalkozni, hogy mindenki jóformán egyenletesen tudjon dolgozni. Az eredmény tekintve viszont nagyon szép lett a kapu. Mikorra várható a befejezése? Mint hallottuk, most még majdnem 100%-osan kész. Köszönöm szépen a dicséretet, amit mondott, hogy látta, hogy milyen a kapu, de valószínű a holnapi folyamán, vagy pénteken, attól függ, hogy az eső hogyan engedi majd meg, hogy kint dolgozzunk a szabadban, mert mindenképpen az áramnak a ellátását is egy áramforrás kell, mivel a kapunak, meg a fogadó épületnek a távolsága nagyon messzire van a irodától, vagy pedig a kiszolgáló személyzetnek a helyiségétől, így aggregátort kell nekünk alkalmazni, és azt kipakolni, esőben nem tudunk vele dolgozni, mert az veszélyes. Reméljük, minél hamarabb kisüt a nap, és be tudják fejezni ezt a szép munkát. Bízom benne, úgyhogy igyekszünk a tanulókkal, hogy elkészítsük ezt a nagy feladatot. Ez a munka nyilván nem csak a diákoknak nagyon fontos, hanem az iskolának is. A jövőre mit terveznek még az Igari Arborétummal kapcsolatban? Hát szeretnénk, hogyha folytatódna az eddig kialakult jó kapcsolat a NEFAG ZRT, illetve az intézmény között. És hát nyilvánvalóan az ilyen és ehhez hasonló jellegű munkák azért is fontosak, és azért is nagyon fontosak, mert a diákok nem csak a tanműhelyben kisebb, apróbb, egyszerűbb termékeken próbálhatják ki a tudásukat, hanem szembesülnek egy picit azzal, hogy mit is jelent az, hogy valami összetettebb dolgot, terméket elkészíteni, ezen kívül bizonyos mértékben határidőre dolgozni, mert hogy itt nyilván előfordultak a munkák folyamán olyan határidők, hogy jön egy teherautó, viszi a félkész terméket, és igenis arra az időre, arra az időpontra el kellett, hogy készüljön. Tehát úgy gondolom, hogy a diákok szembesülnek a valós életnek, a szakmának, a eljövendő gondjaival és pontosságaival. Reméljük, hogy nagyon sok ilyen szép munkában lesz része a diákoknak is, és az iskolának is. Bízunk bennem is, és ezen dolgozunk. Köszönöm. Gratulálni jöttünk Varga András igazgató úrhoz, hiszen újabb 5 évre kinevezték az intézmény igazgatójává. Mi volt ez a folyamat, és hogyan élte meg? Köszönöm szépen a gratulációt, jól esik, és köszöntöm a televízió nézőit is. Letelt a 5 éves megbízatásom, ezzel a 10. évét zárom igazgatói munka beosztásomnak itt a Hámori András szakközépiskolai szakiskolában. Tulajdonképpen májusban indult el a kinevezési, megbízási folyamat procedúrája. Át kellett esni ugye a tantestületi megbeszélésen, értékelésen, támogatáson vagy nem támogatáson, az alkalmazotti közösségen. Ezeken a területeken hála a kollégáim úgy látom, hogy nem kifejezett unszimpátiájának sikerrel vettem ezt az akadályt. 100%-os nevelőtestületi támogatással és 98%-os alkalmazotti támogatással került tovább a papír a megye felé. A megyénél az oktatási bizottság tárgyalt, illetve az ügyrendi bizottság, ahol mind a két helyen teljes egyetértésben támogatták a igazgatói kinevezésemet, majd június 20-án délelőtt került sor a megyei közgyűlésre, ahol szintén 35 igennel és egy tartózkodással újabb 5 évre kaptam megbízásba az intézmény vezetését. Hogyan élte azt meg, vagy hogyan emlékszik rá vissza, hogy a megyei oktatási bizottság, vagy a közgyűlés mennyire ismeri egyáltalán az intézmény működését? Tehát mi az, amit kérdeztek, vagy ami újdonság volt számukra? Én úgy érzem, hogy ugye a többszöri kísérlet, az átadási kísérlet során a megyei dolgozók, a hivatal ismeri az iskola munkáját, és
azt tapasztaltam az Oktatási Bizottság ülésén is, hogy képbe vannak az intézmény munkájával kapcsolatban, hiszen mind a két frakció pozitívan nyilatkozott az iskola korábbi és jelenlegi működéséről, és ennek megfelelően döntöttek végül is, úgy érzem úgy, hogy elismerték azt a munkát, amit az iskola végez a térségben, és pozitívan értékelték ezt az elmúlt 10 éves tevékenységét az iskolának, ami természetesen nem az én, hanem az iskola közösségének az együttes munkáját jelenti. Mint intézményvezető, hogyan élte azt meg, hogy ilyen nagyon távol van a fenntartó? Tehát ez jó dolog volt a munkája szempontjából, hogy talán kevesebbet ellenőrizték, vagy éppen nehezebb volt a kapcsolattartás miatt? Talán azt kell mondjam, hogy is. Bizonyos területen a távolság pozitívnak tűnik, mert úgy érzi az ember, hogy nincs annyira szem előtt. Természetesen ez nem valós indok, mert szinte napi kapcsolatot tartottunk telefonon, e-mailen keresztül a hivatal oktatási irodájával, illetve rendszeresen azért a havi egy-két alkalommal be is kellett utazni bizonyos ügyek, bizonyos feladatok elvégzésére, egy megbeszélésére a hivatalhoz. És azáltal, hogy a gazdasági integráció során ugye pusztataskonyba került a gazdasági része a iskolai ügyek intézésének, gazdasági ügyeinek az intézésének, ezáltal egy kicsit kinyílt az iskola, és az a négyes, akik ebbe az integrációba tartozunk, közelebb kerültünk egymáshoz, és ezáltal talán a hivatalhoz is közelebb került az iskola. Most voltunk bent az irodájában, és bizony az még tele van jócskán tennivalókkal és papírokkal, de gondolom már nem a múlt évvel foglalkozik elsősorban, hanem a következő tanévvel. Mi van a fejében most, mit kell terveznie, hogyan készül már augusztus-szeptember hónapra? Igen, az iskolában, az irodában lévő papírok még részben a múltat, az elmúlt tanévet, de jelentős része már a jövő tanév feladatainak a dokumentálását tartalmazza. Ugye a múlt héten 18-án zártuk a vizsgai időszakot, akkor volt az utolsó szóbeli vizsgánk. Ezeknek a vizsgáknak a dokumentálása most van folyamatban, ezeket egy-két napon belül postázni kell a Oktatási Minisztériumhoz, az NSZI-hez, a Oktatási Hivatalhoz, tehát ez még egy kemény 2-3 napos feladatot jelent, de közben készülünk a következő tanévre, ami azon a területen lesz nagyon húzós, az oktatás a pedagógiai oldalon, hogy minden szakmában bevezetésre kerül a modulrendszerű képzés. Kérek ehhez magyarázatot? Ez azt jelenti, hogy a tanulók elvben nem tantárgyi képzésben, oktatásban vesznek részt, ám bátor a mi munkánk egyszerűsítése érdekében egy kicsit tantárgyiasítottuk a modulokat, de ők modulzáró jegyként fogják megkapni a bizonyítványban jegyeket, és ez azt jelenti, hogy amikor befejez nálunk egy példának mondok egy hegesztő szakmát a modulrendszerű képzés keretében, akkor és elmegy géplakatos szakképesítést megtanulni, vagy csőhálózatszerelő szakképesítést, akkor bizonyos modulok, amiről itt érvényes modulzáró vizsgája született, ezeket ott már betudják, és ezeket a tantárgyakat, modulokat nem kell újra tanulja. Tehát valahol előnyét jelenti a képzésnek, a másik oldalon pedig az átjárhatóság területéről szerintem lesznek a kezdeti időszakban komoly problémák az intézmények között. A létszámot tekintve milyen jelentkező létszámmal és milyen pedagógus létszámmal indulnak majd? A mi iskolánkban is, mint minden iskolában időnként sor kerül nyugdíjazásra. Természetesen a nyugdíjasok helyét igyekszünk megfelelően végzett, megfelelő képzettségű szakemberekkel pótolni. Ez így történik az idei tanévben is, és 3 kollégám tervez most tervezi ebbe a tanévben a nyugdíjba vonulását. Ez azt jelenti, hogy szeptember 1-től az ő helyükre gondolkozni kell pedagógus utánpótlásban. A pedagógus létszámra még egy pillanatra visszatérve, úgy tűnik, ha ezt a 3 létszámot sikerül az elképzeléseink szerint betölteni, akkor a 2008-2009-es tanévet szintén azt tudom mondani, hogy majd, hogy 100%-os szaklefedettséggel tudjuk elindítani, ami nem egy utolsó szempont. A gyerek létszámmal kapcsolatban pedig a tavalyi évhez képest is úgy érzem, hogy növekedés lesz, mert tavaly 4 9. évfolyamot tudtunk indítani.
Ha a számításaink jók, akkor nagyon közel állunk, hogy az 5.-9. évfolyamot is el tudjuk indítani, és a 13. évfolyamra ugye a 3 éves szakképzés kitolása miatt folyamatosan 1-2 évig emelkedni fog fönt is a létszám, tehát az én számolásom szerint ebben az évben megközelítjük az 500 fős tanuló létszámot. Nem is olyan régen beszéltünk a felnőtt képzési lehetőségekről, ebben mi újság? Felnőtt képzést is szeretnénk indítani, és úgy érezzük, hogy majd most jön el az az idő, hogy igazából hírelni, reklámozni kell, mert kicsi a jelentkezés. Az érdeklődés. Természetesen ennek valószínű, hogy erre rányomja a bélyegét, hogy ugye a másik középiskolában már van esti, illetve levelező képzés, és egyeken is van egy bizonyos fokú felnőtt képzés, amely az érettségit adja. Ezen túlmenően én azt szeretném ezen a csatornán is a város lakosságának üzenni, hogy mi is indítjuk az esti, illetve levelező képzést az igényeknek megfelelően természetesen, de ezen túl esti, illetve levelező képzésen szakképzést is tudunk indítani, ehhez is jogosultságunk van, tehát az érdeklődőket nagyon szívesen tájékoztatjuk az itteni beiratkozási és tanulmányi elvárásokról, lehetőségekről. Igazgató úr, köszönöm szépen, és a munka mellett kívánok azért egy kis pihenést is a nyára. Köszönöm szépen, reméljük arra is sor tudunk keríteni. Köszönöm szépen.